1625-ben és 26 ban Kurázsi mama a svéd hadsereg Málha csapataival indul át Lengyelországon. Valhof erődje előtt, viszont látja fiát. Szerencsés kappaneladás és a merész fiú dicsőséges napjai. A zsoldos vezér sátora, mellette a konyha, ágyú A szakács veszekszik Kurázsi mamával, aki egy kappant akar eladni a szakács. Hatvan garas egy ilyen nyavajás szárnyasért. Kurázsi mama. Nyavajás szárnyas? Ez a hízott állat. Ezért nem tud az a zabálos, főzsoldos kapitány hatvan garasocskát fizetni. Pedig jaj magának, ha nem ad neki harapnivalót ebédre. A szakács. Ilyet kapok én egy tucatot tíz garasért. Mindjárt itt a sarkon. Kurázsi mama. Micsoda? Ilyen kappant akar maga kapni. Mindjárt itt a sarkon mikor ostrom van, s olyan éjség, hogy az embernek kiszakad a bele. Mezei patkányt azt talán kap, talán, mondom, mert már azokat is megzabálták. Öt katona futkos fél napig egyetlen horpat mezei patkány után. Ötven garas, ezért a pompás kappanért, ostrom zárban. A szakács, nem minket ostromolnak, mi ostromlunk, értse meg már. Kurázsi mama, de falnivalónk az nekünk nincs még kevesebb, mint ott benne a városban. Hallom, tejben vajban fürödnek. De mi? Voltam a parasztoknál. Nincs semmiük. A szakács. Van nekik, csak eldugják. Kurázsi mama diadalmasan. Nincs nekik, tönkre mentek. Üres a hasuk, az van. Nyelik az égkoppot. Láttam olyat, aki éjségében kiálsa a gyökeret a földből, s mind megnyalják az ujjukat egy főt szi után. Így áll a dolog. Nekem meg van egy kappanom, és adjam oda magának negyven garasért? A szakács. Harmincért, nem negyvenért. Harmincat ígértem. Kurázsi mama. Nézze, ez nem közönséges kappan. Ez olyan lángeszű állat volt, hogy csak akkor zabált hallom, mikor muzsikáltak neki. Megvolt a maga nótája. Számolni is tudott, olyan intelligens volt. és ezért sok negyven garas. A zsoldos kapitány majd leszedi a fejét, ha nem tálal neki semmit a szakács. Látja, mit csinálok? Elővesz egy darab marhahúst, s ráilleszti a kést. Itt egy darab marhahús, ez sütöm meg. Még meggondolhatja magát, ez az utolsó perc. Kurázsi mama, csak süsse meg, tavai vágás. A szakács, még tegnap este szaladgált ez az ökör, saját szememmel láttam. Kurázsi mama, akkor már életében büdös volt. A szakács, Öt óra hosszat is főzöm, ha kell. Majd meglátom, kemény lesz -e még. Belevág. Kurázsi mama, jól borsozza meg, hogy a főzsoldos kapitány úr meg ne érezze a bűzét. A sátorba lép a zsoldos vezér, a tábori pap és Eilif. A zsoldos vezér. Eilif vállát veregeti. Nos, fiam, gyere be a kapitányodhoz, s ülj a jobbomra. Hőstettet vittél véghez, egyszerű lovas katona létedre, és Istenért tetted, amit tettél, vallás háborúban, ezt különben is megbecsülöm. Egy aranyköszöntjűvel, mihelyt beveszem a várost. Azért jöttünk, hogy megmentsük a lelkünket, s mit tesznek ők, szemérmetlen, mocskos, dök parasztok, elhajtják előlünk a barmaikat, bezzeg a papjaikat, tömik elől hátul, de te Móresre tanítottad őket. Itt van né? egy korsó vörösbor, magam töltöm, egy hajtásra igyuk ki mindketten. Megcselekszik. A tábori pap fenét se kap, nagyon is ájtatos. és mit akarsz ebédre, kincsem? Ejlif. Egy falat húst, ha lehetne. A zsoldos vezér. Szakács, húst! A szakács. És még vendéget is hoz, mikor nincs semmink. Kurázsi mama elhallgattatja, mert hallgatózni akar. Ejlif. Parasztnyúzástól jön meg az étvágy? Kurázsi mama. Jesszus! Ez az én Elifem. A szakács. Kicsoda? Kurázsi mama, az idősebb fiam. Két éve vesztettem el a szemem elől. Ellopták az országúton, és nagy kegyben állhat, ha a főfővezér ebédre hívja. De mit adhatsz nekik enni? Egy nagy semmit. Hallottad, mit akar a vendég? Húst. Érts a szóból. Gyorsan kapd el azt a kappant. Egy aranyba kerül. A zsoldos vezér leül, elív fel, és a tábori pappal üvölt. Enni adj, lamb, te ördög szakácsa, mert agyonváglak. A szakács. Add ide a fenebeléd, te zsaroló. Kurázsi mama. Azt hittem, ez olyan nyavajás szárnyas. A szakács. Nyavajás is. Add ide. Bűnérte az ötven garas. Kurázsi mama, egy aranyat mondtam. A nagyobb fiamért. A főhadvezér úr, kedves vendégért, nekem semmi se drága. A szakács odaadja a pénzt. Legalább kopaszd meg, míg tüzet rakok. Kurázsi mama, neki a kopasztásnak. Micsoda képet vág majd, ha megismer. Ő a bátor, az okos fiam. Van még egy bárgyú fiam is, de az becsületes. A lány nem számít. De legalább nem beszél, az is valami. A zsoldos vezér. Így áll még egyet, fiam. Ez a legkedvesebb, falernumi borom. Egyetlen hordom van még belőle, vagy legfejebb kettő, de megéri nekem, ha láthatom, van még szívbéli hithűség ebben a csürhében. És a lelki pásztor megint bámészkodhat, mert ő csak prédikál, de nem tudja, hogyan kell igazából csinálni a dolgot. És most, Ejli fiam, Mondd el nekünk pontosan, milyen finoman tetted lóvá a parasztokat, s hogyan kaparintottad meg a húsz marhát. Remélhetőleg hamarosan itt lesznek. Eilif, egy vagy legfejebb két nap múlva. Kurázsi mama, milyen figyelmes gyerek az Eilifem, hogy csak holnap hagyja be az ökröket. Különben rá se bagóztál volna az én kappanomra. Eilif, szóval így volt. Megtudtam, hogy a parasztok süttyomban, főleg éjszaka, az elrejtett ökröket az erdőből egy bizonyos bozótosba hajtják. Ide akartak értük jönni a városbeliek. Engedtem, hadd tereljék össze nyugodtan az ökreiket. Azok oda túrral. Gondoltam, könnyebben megtalálják őket, mint én. Az embereimet pedig kiéheztettem a húsra, két napon át még a szűk porciót is megkurtítottam. Úgyhogy a nyál összefutott a szájukban, ha csak olyan szót hallottak, amit hússal kezdődik, mint húsánk. A zsoldos vezér. Ezt okosan csináltad. Eilif. Talán. A többi semmiség. Csak a parasztoknak fustéjuk volt. S háromszor annyian voltak, mint mi. S gyilkosan nekünk estek. Négyen beszorítottak engem a bokrosba. Kiverték a vaskót a kezemből, s ordították. Add meg magad. Mit csináljak? Gondoltam. Ezek miszlikbe vágnak. A zsoldos vezér. Mit csináltál? Eilif. Nevettem. A zsoldos vezér. Micsoda? ne vettem. Így aztán beszélgetni kezdtünk. Én tüstént alkudozásba csaptam, s mondtam, sok nekem húsz arany egy ökörér. Adok tizenötöt, mintha fizetni akarnék. Ők meghőkölnek, s vakarják fejüket. Én meg mindjárt kapok a vaskom után, és összeaprítom őket. Szükség törvény, bont, igaz? a zsoldos vezér. Mit szól hozzá, lelki pásztor? A tábori pap. Szigorúan véve, ez a mondat nincs benne a Bibliában, de a mi úrunk öt kenyérből ötszázat varázsolt elő. Nem is volt ott inség. Meg is követelhette, hogy az ember szerese a fele barátját, mert mindenkinek tele volt a gyomra. Manapság másképp van. A zsoldos vezér nevet. Egészen másképp. Most mégis kapsz egy kortyot, te farizeus. Eilifhez. Összeaprítottad őket, így helyes, hogy az én derék embereim végre jó falathoz jussanak. Nincs benne az írásban, amit testvéreim közül a legcsekélyebbel cselekedtél, velem cselekedtetted azt. És mit tettél velük? Jó ebédet szereztél nekik, ökörhúsból, mert nem szokták meg a penészes kenyeret, hanem bizony azelőtt mindegyik elkészítette a sisakjába a hideg frissítőt zsemléből és borból, mielőtt rohamra indult Istenért. Eilif. Igen, mindjárt a vaskom után kaptam, és összeaprítottam őket. A zsoldos vezér. Egy ifjú Cézár mozog benned. Látnod kéne a királyt. Eilif. Láttam messziről, van benne valami fényesség. Őt akarnám példaképemül. A zsoldos vezér. Benned is van valami belőle. Én az ilyen bátor katonát, mint te, megbecsülöm. Úgy bánok vele, mint a fiammal. A térképhez vezeti. Nézd meg, hogy állunk, Eilif! Itt még sokat enni való. Kurázsi mama eddig figyelt, és most dühösen tépkedi a kappant. Nagyon rossz főkapitány lehet ez, a szakács. Haspók az igaz, de miért volna rossz? Kurázsi mama, mert bátor katonákra van szüksége. Azért, ha jó hadi tervet tud csinálni, akkor minek neki a bátor katona? A közönségesek is megtennék. Egyáltalán, ahol túl nagy erények vannak, akkor világos, hogy ott valami bűzlik. A szakács. Azt gondoltam, akkor világos, hogy minden rende van. Kurázsi mama. Nem, nem, ott valami bűzlik. Mert hogyha a zsoldos vezér, vagy a király tökfilkó és az embereit koszos kátyuba vezeti, akkor halál megvető bátorságra van szükségük a katonáknak. És ez persze erény. Hogyha még fukar is, és kevés katonát verbúvál, akkor meg csupa Herkulessel juthat csak előre. És ha hanyag disznó, és semmivel sem törődik, akkor meg legyen a katona okos, mint a kígyó, különben vége. Csudamód hűségesnek is kell lennie, ha mindig túl sokat kívánnak tőle. Csupa olyan erényez, amire tisztességes országnak, jó királynak, derék zsoldos vezérnek nincs szüksége. Rendes országban nem kell erény, mindenki közönséges ember lehet, se nagy bölcs, se nagy hős. A zsoldos vezér. Fogadok, hogy katona volt az apát. Eilif. Mégpedig jó katona, mint hallom. Anyám épp azért óvta, intette a katonaságtól. Tudok egy dalt. A zsoldos vezér. Énekeld el nekünk. Üvöltve. Mi lesz az ebéddel? Eilif. A címe... Dal a lányról, meg a huszárról énekel, s haditáncot jár, szabjával a kezében. Jaj, tép a golyó, meg a dárda se jó, s benyelám a folyó, hiszen árad. Mit is ér az erő? Vár száz temető, mondta a lánya huszárnak. Ám a huszár nevetett csudamód, halva dob meg a trombita szót. Egy kis csata, a sosem árthat, egy kis csata, a sosem árthat. Oly széles a világ, megyek, áldjon az ég, és a dárda se szúr majd, és a dárda se szúr majd, ha letöröm a hegyét, szólt a huszára a leánynak. Jaj, nyökheti majd, aki szóra se hajt, aki fittyet hány a tanácsnak. Hová mész, hová mész, meghalni nehéz, mondta a lánya huszárnak. Ám a huszár megy a késsel övén, belegázol az árba a hegykelegény, mert néki a víz mit is árthat. Ha fehéren a hold a tetőre kiül, hazatér a csapat már, hazatér a csapat, sose félj egyedül, szólt a huszár a leánynak. Kurázsi mama a konyhában kanalával a fazekat ütögetve folytatja. Nyomodon fut a szél, lepi hóval a tél, s a babér sose fűti a házat. Fúj a szél, fúj a szél, uram óvd, aki él mondta a lány a huszárnak. Eilif, mi az? Kurázsi mama tovább énekel. Ám a huszár megy a késsel övén, belevágtat az árba a hegykelegény, de megölte a víz, hiszen áradt. A nyomán fut a szél, lepi jéggel a tél, s a babér sose fűti a házat. Babér sose fűti a házat. Nyomodon fut a szél, lepi hóval a tél, s a babér sose fűti a házat. Jaj, nyökheti majd, aki szóra se hajt, mondta a lánya huszárnak. A zsoldos vezér. Megkergültek ma a konyhámban? Eilif kiszalad a konyhába, megöleli az anyját. Mama, hát itt vagy, hol vannak a többiek? Kurázsi mama a karjában. Jól vannak, mint hal a vízben. Stüssi Zsolt fizetőmester lett a második regimentnél. Így legalább nem került csatába. Egészen nem tudtam kihúzni a pácból. Eilif, s hogy van a lábad? Kurázsi mama, reggel bizony nehezen tudom beszuszakolni a cipőbe. A zsoldos vezér melléjük lépett. Szóval te vagy az anyja. Remélem, több ilyen fiad van még az én számomra. Eilif, milyen csuda szerencse. Itt ülsz a konyhában, s hallod, mint kitüntetik a fiadat. Kurázsi mama. Igen, hallottam. Pofon üti. Eilif fogja az arcát. Mert elfogtam az ökröket? Kurázsi mama. Nem, hanem mert nem adtad meg magad, amikor négyen mentek rád, és miszlikbe akartak vágni. Nem arra tanítottak, hogy vigyáz magadra? Te finn Belzebúb! A zsoldos vezér és a tábori pap nevetve áll az ajtóban.